Székesfehérvár szülötte Ébül Miklós, és ugye idén ünnepeljék a 200. évfordulóját születésének. Városunk már január óta egy Ébül évet tart, amelynek három nagyon fontos jellemzője, például, hogy építészeti díjat alapított ennek az évnek a tiszteletére. Ébül program néven intézményfelújítási programot végzünk. Azon kívül Ébül szobort állítottunk éppen 2 héttel ezelőtt. Tehát ebbe a bicentenáriumi programsorozatba ez gyönyörűen beilleszkedik, hogy a szülőföldön helyeződhet el egy Ébül emlékmúzeum. Ugye nagyon érdekes, mert nagyon jeles telkét jelöltük ki ennek a pályázatnak. Ez a Várkörútra néző telek a Szent István Múzeum szomszédságában, amelynek másik szomszédja egyébként annak a Schmidl Ferenc építésznek a saját maga által épített épülete, aki a 30-as években Székesfehérvárra a legtöbbet tette a belváros rekonstrukciója tekintetében. E kettő foghéj közé egy ma álló szoborparkot is beintegrálva a telekre szeretnénk egy Ébül múzeumot, hogy a fiatalok nagyon jó építészeti nívóban el tudjanak helyezni. Egyfelől egy szoborparkot kell beintegrálni, a másfelől ott van a várnak a régészeti területe, tehát romokat is fognak találni. Harmadrészt a múzeumhoz is kapcsolódnia kell a meglévő Szent István Király Múzeumhoz. Azon kívül a most megújuló Várkörút, amely egy zöld, ligetes, fás, csökkentett forgalmú út lesz, ahhoz is alkalmazkodnia kell. És van egy másik problematikája, amely nagyon várjuk erre a megoldásokat, például az, hogy a Várkörútról a belvárosba egy új gyalogostengelyt szeretnénk átvezetni ezen az épületen. A Művészeti Akadémia egyik missziója, és az építésztagozat is különleges aláhúzott feladata, hogy a fiatal építészekkel foglalkozom. És a mai világban, ahol olyan nagyon nem topzódnak az emberek munkába, főleg az egészen fiatalok nem, nagyon kicsi olyan lehetőségük van, hogy nagyon gyorsan kiugorjanak. Az én életemben, hogy 50-60 évvel ezelőtt egy évben csináltuk 8-10 pályázatot, és így tudott az ember kiugrani. Nos, ez a pályázat, amit most az építésztagozat ki, illetve a Művészeti Akadémia, ez egy ugyan virtuális dolog, a Ébül évhez csatlakozik, és kerestek a kollégáim egy olyan telket, ami most üres, és ahova egy ilyen Ébül emlékházat lehetne tervezni. A program maga az nagyon is két lábon álló, tehát racionális program, de gondolom, hogy maga Ébül, Székesfehérvár is önmagában, az, hogy ez a telek, ez a belvárosban van, ez megmozgathatja a fiatal építészek fantáziáját, és ha valami nagyon izgalmas születik, akkor hát ha felfigyel erre a város vezetése, esetleg a székesfehérvári tőke, és még akár meg is valósulhat. A pályaművek beadásának körülményei, beadandó munkarészei, programja az egyszer a pályázati kiírásban szerepel. Ezt mindenki tudomásul veszi, és a zsűri egyik legfontosabb szempontja az, hogy a hétköznapokból mennyire tud kiemelkedni gondolatilag, hová tudja ragadni a feladatot, milyen szellemi magaslatra, és itt az a kényes dolog, hogy egy vélt megvalósítás és a szellemi magaslat között milyen távolság van, hogy milyen realitása van a képzeletnek. Tehát az az alkotó erő, amely a fiatalokban benne van, az milyen magasra tudja egy hétköznapi programot megemelni.